van egyáltalán pozitív hozadéka a koronavírus járványnak, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, akkor az az, hogy egyre inkább megismerjük hazánkat, Magyarországon található kincseket, erdei utakat, kilátókat, egyre többen látogatnak olyan várakat, amelyeket egyébként lehet, hogy nem is láttak volna soha. Rengeteg az ember a természetbe, és remélem, hogy a koronavírus járvány elcsitultával ez így is marad. Életünk élményeinek nagy részét az utazással és kikapcsolódással telt napok adják. Mint mindenben, ebben is törekszünk a változatosságra, az újdonságok megismerésére. Most kiderítjük, hogy idén milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Hogyan válasszunk utazási célpontot? Először is el kell döntenünk, hogy aktív, passzív, vagy esetleg mindkét nyaralásra vágyunk. És azután jön az ideális helyszín kiválasztása. Mindenkinek van egy elképzelése, hogyan szeretné eltölteni a várva várt szabadságát. Hogy az elmúlt nyarak alkalmával idén is érdemes itthon, belföldön nyaralni, hiszen a páratlan természeti és kulturális értékekért nem kell külföldre utaznunk, mivel Magyarországon is elérhetőek. És mi figyelhető meg Magyarországon? Milyen arányban választják az utazni vágyók az aktív pihenést, vagy a teljesen passzív pihenést? 2022-ben is nagy népszerűségnek örvendenek az aktív pihenést biztosító helyszínek, ahol a wellness nyújtott a kikapcsolódáson túl sportolni, kerékpározni és golfozni is lehetséges, vagy akár egy túrázás alkalmával új élményekkel lehetünk gazdagabbak. Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik a klasszikus utazásokat kedvelik? Amennyiben a jól megszokott vízparti nyaralásra vágyunk, akkor tökéletes választás lehet a Magyar Tenger, ez a Balatonhoz közeli népszerű üdülőhelyek, mint például Balatonfüred, Balatonföldvár, Siófok vagy Hévíz. Népszerűek a tematikus utazások is? Igen, nagyon is népszerűek. Sokunk szívesen keresi fel a kulturális vonatkozású helyszíneket, és vannak olyanok is köztünk, akik akár egy évszázad is visszamennének az időben, egy műemlék hangulatú épületben, vagy egy hangulatos kastélyban, amilyenben most épp mi is vagyunk, és ott szeretnék eltölteni nyári szabadságukat. Ha a teljes család utazik, nehezebb az úti cél kiválasztása? Gyakran nagy kihívást jelentett olyan szállást találunk, ahol mind a felnőttek feltöltődését, mind a gyermekek élménygazdag időtöltését is garantálják. Ebben az esetben érdemes olyan wellness szállodát találnunk, amely közelben gyógy- és csontfürdő, vagy akár szabadidőközpont is található, így például Cegléden vagy Harkányban. Mikor járunk jobban, hogyha saját magunknak tervezzük meg a kikapcsolódást, vagy hogyha segítségül hívunk ehhez szakembert? Belföldi utazás esetén könnyen, gyorsan, saját magunk is le tudjuk foglalni szálláshelyünket, és azokat a kiegészítő szolgáltatásokat is, mint például pezsgőbekészítés, piknikkosár, kerékpárhasználat vagy felfrissítő masszázs, amelyeket szívesen igénybe vennénk vakációnk alatt. Ajánlott előre, időben megterveznünk, milyen helyszíneken és milyen programokkal szeretnénk eltölteni nyári egy, akár két hetes vakációnkat, hogy kompromisszummentesen olyan nyaralásban lehessen részünk, amelyet megálmodtunk magunknak. Nekem megjött a kedvem a belföldi utazáshoz. Remélem, hogy mindenki másnak is.